A balközép oldalnak új lendületet kell venni Zala megyében, mondta zalaegerszegi sajtótájékoztatóján Szigetvári Viktor. Az Együtt PM Szövetség társelnöke úgy fogalmazott, az EZ-vel és DK-val összefogva meg kell újítani a helyi ellenzéki közéletet. Ma a városban járt Vadai Ágnes, a DK alelnöke is, aki a 11. választókerület képviselőjelöltjével, Takács Ágnessel együtt kampányolt. A képviselőjelölt elmondta, az országos politikus jelenléte nagy erőt adott neki a kampányhoz. Elsősorban az itt lakókkal együtt leülve, megbeszélve a problémákat, elsősorban a legszükségesebbre intézkedni, tehát mindenképpen felmérnénk közösen, megbeszélve, hogy mit tartanak sürgősnek és fontosnak. Most én így előre ígérgetni, tehát még nem ismerem meg annyira őket, hogy még nem beszélek velük, nem tartunk fórumokat. Addig előre ígérgetni én felelőtlenül nem akarok, nem is az a célom, hanem együtt határozzuk meg az itt lakókkal a problémát, hogy ő nekik mi a fontos.